2011-ben fejeződött be a hóágyúzott sípályarendszer kialakítása a Sátoraljaújhelyi Magashegyen. Ennek köszönhetően a tél folyamán iskolai sítáboroknak adott otthont a kalandpark, de itt rendezte meg nagyszabású havas rendezvényét a Talponsi Elők Sportegyesület is. Március 4-én pedig újra beindultak a hóágyúk, hogy a hétvégén ismét megfelelő minőségű havon sportolhassanak a síelők. Este 10:30 fele indultak a hóágyúk, mínusz 4,5, mínusz 5 fok volt egész éjszaka. Beüzemeltük, és azóta folyamatosan üzemel. Most már reggel 6 óra elmúlt, hát ameddig tudunk, addig még havazunk. A hóágyúk a hét valamennyi napján üzemelni fognak, és így március második hétvégén már több mint egy méteres hó lesz a magashegyi sípályán. Van egy nagyon kemény alaphavunk, erre most egy 30-40 cm-t rádolgozunk, hogy egy új ratrakkal ezt szépen végig tudják tömöríteni a kollégák, akkor azt gondolom, hogy ideális pályaminőséggel tudjuk várni a sízőket. Ráadásul az előrejelzés azt mutatja, hogy a hétvégére még egy túl erős felmelegedés nem lesz, egy plusz 3-4 fok, ha szabad így fogalmazni, meg sem kottyan ennek a műhavas pályának, tehát akkor gyakorlatilag nem is kezd elolvadni. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel buzdítok mindenkit, hogy a tavasz első napét még aktív a sízéssel töltsék és látogassanak el hozzánk. A hóágyúzáshoz az időjárási körülmények is biztosítottak voltak. Adott volt a mínusz 4 fokos hőmérséklet és az alacsony páratartalom. Az elmúlt éjszaka nagyon száraz hideg volt, úgyhogy tökéletes volt a havazása. A 8 hóágyúból 7-et üzemeltettünk az éjszaka, valószínűleg 7 fog menni a mai el is, hiszen ennyi vízfelvételi pontunk van a pályának ezen a szakaszán, tehát nem tudunk már többet betenni. A pálya legmeredekebb részét viszont már nem szeretnénk behavazni, mert az valószínűleg nem tudnánk ennyi idő alatt megfelelő minőségben előkészíteni, úgyhogy ennek ilyen gazdaságosági okai vannak. A havazáshoz még hozzátartozik a hőmérsékleten és a pártartalmon túl az is, hogy állítási lehetőség van mindegyik hóágyon. Gyakorlatilag hőmérséklet függő, hogy mennyi vizet adagolunk neki. Most úgynevezett egy csappal, tehát 25%-os teljesítménnyel mentek a hóágyuk. Ma éjszaka talán egy picit hidegebb lesz, akkor föl tudjuk emelni ezt 50%-os teljesítményre. A nőnap alkalmából a jól előkészített pályán kedvezmények is várják a látogatókat. Pénteki, szombati és vasárnapi napokon a síbérletek árából minden kedves síelni vágyó vendégünknek 20% kedvezményt fogunk adni. A síbérletek továbbra is magukban foglalják a libegőjegyek árát, tehát aki a libegő alsó parkolóban fog parkolni, az továbbra is föl tud jönni a síbérlettel a középállomásra, ahol a sípálya található. A kalandpark és a város vezetői egyaránt abban bíznak, hogy azon vendégek, kik megismerik most a sípályát, azok a következő síszezonban is visszatérnek Sátoraljaújhelybe.